Adjon Isten jó estét a házasszonyának! Szép jó estét, idegen! Kutya egy idő. Uram Isten, szakad az eső! Hát, szakad. És én Oklinból éppen Britázba tartok. Gyalog felre! Az apostolok olája asszony. És amikor megláttam itt lent a fényt, arra gondolt talán akad egy kis hely nekem, és egy csöndes sarokkal meghúzhatom magam az éjszakára. Az Úr legyen irgalmas mindannyiunkhoz. Sose bendítegen kerülmelyen. Megboldogult, ugye? Megboldogult. A nyakamra hal. Az Isten irgalmazza neki. És most itt állok Szántival túl a hegyen. Télire a tűzet behozatlan. Elég furcsán kezdte azt, hogy halott. Mindig is furcsa volt idegen. S aki életében furcsa volt, alig, hanem az maradt oktával is. Hát ezek hogy lehetne csak hadd itt heverni? Se megmozdatva, mint se fölrehatalozva. Féltem idegen. Mert sötét átok terhe alatt tiltotta meg, hogyha hirtelen halna meg a teteméhez hozzáérje, vagy engedje bárkit is hozzáérni. Ha csak a húgát nem, az meg 10 mérfölddel lakik lenne nagy bőrben túl a hegyen. Furcsa egy történet. Meghal békésen az ágyában, és megkérdezi, hogy az asszonya hozzájöjjön. Vén ember volt. Bogaras vén ember idegen. Örökkön a hegyek jártak, csak tökkengedett a sűrűkörben. Tedd rá a kezed, s tédd meg igazán kívülten. Még minden jó asszony, hogy rám szálljon az átka. Hozzá nem érdekel a nálnagan tavat, szűrülti garanyjal nekem adná. A hideg is meg lehetne ma halál jelen állam, mert mióta ösmerem, nem volt nappal, nem volt éjszaka idegen, hogy ne lett volna. De akkor is, azt kell hinnem, hogy meghal. Mert egy idő óta a szívére panaszkodott, hogy fáj, s ma reggel, mikor épp indult volna Vittaszba 3 vagy 4 napra, hirtelen belé járt a fájás. Ágyra dőlt, s azt mondta, mire az árnyék a völgyön fölhúzik neki véget. S amikor lebukott a nap oda túl a pingoványon, kiáltott egy nagyot, rángult egyet, mint a döglött birka. S kinyújt a leve. Szolgálj jó egészségedre! Áldj meg érte mindenható! Mi is másképp állom csak az övé, de az jól felel. Sok országot megjártam, és sok csodát láttam. De ilyen halott élesztást, karcos pálinkával, jó pipával, finom dohányra. És egyetlen azt mondja, hogy mindezt megízlelje, még sohasem láttam. Hát nem megmondtam, hogy napjuk akkor halt a nyakamra. Hát hogy tudtam volna én, a magányos asszony, lemenni a völgybe, hogy a többiek megszólja, akihez közel távol más ház nincsen. De azért nincs arra, jó asszony. Ó, már hogy volna idegen. Itt honnan tudta volna a magad fajta, aki a sötétben erre jár, hogy magányosan élek és a közelben más ház. Tudtam én azt. És arra gondoltam, amikor meglátunk lent a fényt, és beléptem az ajtón, hogy sok asszony megijedne a helyedben. Még olyan házban is, amelyik nem olyan magányos, mint ez. És ahogy gyertyát nem egyetlen eleven nélek nézi. Gondolom, sokan félnének. De én sohasem értettem, miért félnék, bár koldustól, püspöktől, vagy akárki magad fajta félnék. Annyi minden más van idegen, nem magad fajta,
amitől félnünk kellene. Tudják, így igaz. Isten irgalmazza mindannyiunknak. Ezt úgy mondod, mint akinek könnyen inába száll a bátorságban. Talán nem rohom, nem rohom az utat, jó asszony. Ő éjszaka hossza. Na hát a ködült a hegyeken. Amikor a pálca olyan vastagot mutat, mint a karod. Egy nyúl meg akkorát, mint egy igásoló. Egy öltőzeg meg, mint a Dálini templom tarja. De olyan járva picka volnék, de hogy mondom neked, már én felitek van a Richmondi balondok házába. Hogy elfutottam volna föl a hegyekbe egy szál ingben, és a varjak ettek volna meg, mint Pécs Delcit az elmúlt esztendőben. Isten irgalmazza a lelkére. Te ismerted Darcy? Te nem én voltam a világon, aki utolszor hallottam szólni. Akkor tehát sok volt a szóbeszéd, hogy mit is mondanak. De készül, amit a bőrben mondtunk. Mert pedig jó az, hogy nem hazudok. Ott jártam arra alatt, egy ilyen sötét éjszaka, mint a mai. A jók az árokparton. A szakadó esőben, ködben, mind kavicsolt, fulladt, mint az öreg ember. Akkor hallottam, hogy megszólalt egy hang. Olyan különös volt, hinni sem akartam, mint amikor álmodik az ember. Úristen, mondom, végem van, ha már ilyesmit hallok a ködből. És nekilódultam, és meg sem álltam Ratvannáig. És leittem magam éjszaka. És leittem magam délelőtt. Itt a egész nap. A versenyekről jöttem odatúrról. Aztán harmadatra megtalálták Darcyt. Akkor már tudtam, hogy őt hallottam, és nem féltem őt. Tisztelni kellettem Darcynak. Fölfelé mentében, lefelé mentében, benézett hozzám. Én még azután is sokáig nagyon magányos voltam. Aztán felvidultam. Ha valahogy is lehetünk vidámak idegen, mert megszoktam a kárt. Láttál-e valakit a mutat végül is? Ugye Ogrinból jött? Júnyája terült egy fiatalember, utazott utánunk erre-arra. Messzire innék idegen. Egy futamat jött. Ha nem vagy félős, talán itt maradnál vele egy darabig. Na, miért maradnék? Aki hallott, senkinek sem áll. Akkor én most elmegyek egy kicsit vissza nyugatnak, ahol válik már csak este ő is ellen. Füccsentek egyet a fiatal ember, akit te is láttál. Amúgy a gazdaember féle a tengerpartról költözött fel egy tanyára. Amarra fönt. Átjön és megbeszéljük, hogy mi a teendőnk, mert ma éjszaka szükségem lesz rá. Le kell menni a völgybe, hogy szóljon a többieknek, hogy én meghalt, ha én marad. Elmegyek én helyetted, jó asszony. Ne pusztítsd magad ebben az időben. Eltévednél idegen. Keskeny az ösvény két ízmosást, és a kettő külön-külön elnyelve egy-egy szamaras kordét. Tedd magad kényelembe, mondj egy imát a lelkiért, és már itt is vagyok. De ha napod egy száz szürke célnád és egy tűd, mert a tűd jó az, hogy ezt megvéd a rontástól. És elmondok a lelkiért egy imád, ha már mesztelenül szállt az Isten szentjéhez. Itt a tűd idegen. Gondolom nem érzed majd magad egyedül. Hisz egy holtember társasága mégiscsak több, mint a magányosan élni. Te, aki a hegyekhez szoktál, a síró szél hangjához, ahol nem tudod fogadjukat ki a gondolatot. Ugyan, így igaz. És tudjában az a mindannyiunknak.
tulajdonképpen miatt élünk, mert Domine Exaudi volt szemmel. Fiam Tauvés, Kuélyen, Dönöntés. Mi volt szem deprekáción is még. Szívig vitátes, observa veris, Domine. Domine, Christus tünébi. Fia utte proprietatio est ultime amus te. Fia utte sustinui te, Domine. Sustinui anima mea in verbo eius. Steravit anima mea in Domino. Magis quam custodes aurora. Magis quam custodes aurora muste. Félje, megfaltban senkinek sem áll. Nem akartalak megsérteni nagy uram. Nem hagynám békességben egy kicsit, hogy imádkozzon a lelkedét. Hogy az ördög szánkáztassa meg. Hallod ezt, idegen? Hallottál te már nőt így fütyülni a két ujjával? Gyerünk egy kortyra, amíg vissza nem ér. Hát, nem vagy halott? Már hogy volnék halott, de száraz az vagyok, mint a sülcsont. És ő mit szól majd hozzá, ha megérzi rajtad a pálinka szagot? Mert azt hiszem nem ok nélkül játszod itt a voltam. Nem ok nélkül, idegen. De nem jön a közelembe. És már nem játszom sokáig, mert a derekamban beleállt a görcs. A hátam elzsibbadt, az orromat meg az ördög lenye csiklandozza. Már majdnem beledöglöttem, annyira püsszentetnékem volt, de neked benne állt a szár az esőről. Dáciról, hogy az ördög vinnél, meg a dámlini templom toronyról. Gyerünk azzal a viszkivel! Hogy azt akarod, hogy szomjon dögöljek, mielőtt visszaér? Most menj oda a sorokba és hozd ide ezt a botod, ami ott áll. Ez az? Az, idegen. Már régóta őrizgetem ezt a botot. Mert rossz asszonyt hoztam a házhoz. Ő van az gazdorom, ez a szép szarú asszony? De mennyire, hogy ő? A rossz asszony az. Vén embernek rossz. Márpedig én bírjuk már, Isteni valamazom, akarom még erős is. Csak várj egy kicsit. Két-három órát aztán. Hamarabb, mint ha volna ott valaki. Az ösvényről ember hangokat hallok. Tedd be a boltot ide az ágyba. Aztán igaz is, de a lepedőt, ahogy volt. Most pedig aludj és ne tűnj semmiről, ha kedves az életed. Egy szót se szóltam volna, ha nem lepedek a szomjúságtól. Ne félj, gazduram, szót se szól, és egy újabb vissza se tartalak. Ismerem én a magad fajtát. Vagy, de még inkább a kis
szobába és ledőlt aludni egyet, gondolom fáradt lehet, ami a hosszú utat megtettél ebben a szakadó esőben. Hogy hagyjalak magadra is egyedül virasszál, már hogy tehetném? De a teját bocsánat. Uram Isten, úcska egy kabátod van, és ahogy elnézlek, Szabónak se vagy külön. Ha én Szabónak kocsék vagyok, Pásztornak az se külön, aki futkoz, mint a bolond egy maréknyi lyuk körül, mint több fiatalember. A magam szemével láttam. Amit mond szent igaz, ami beletusztul. Csak azért így bele az ember, egyik ember színájába, bele a másik ember zavjába. Aztán meg bele mind a veres kocsajába, míg olyan az lett mind a hány, mint a bincek sem volt. Úgy fegyi út legyenek még magadra. Én mondom. Én még nem szoktam ezt. Egy jó szerelmes, egy sem tud, akit még nem Glenn valóban lőttel, vagy Rattan fölött, vagy Glenn imádva, mint ezzel. Aki 500 hegyi juhot elterelt egymaga, úgyhogy egyet el nem vette. Pedig nem is számlálta őket. Az, akinek tavaly eszem? Az hát. Nagy ember volt ez. Én mondom neked, nagy ember. Nem volt a nyájában bármi, mire rá ne ismert volna, még mielőtt meggyilkolták. És innen Dublinig elszaladt egy futában. És még csak ki sem fogyott a lélekben. Úgy bizony. Nagy ember volt. Tudod-e, milyen nagy szó idegen, ha egy élő jót mond egy halottról? Kivált, ha az eszementen halt meg. Amit mondok, színigaz. Mit hallottam, Nora Burke? Ezen az esvényen járt egy rászik körpet és lepet is. És nem ment el itt úgy se reggel, se éjjel, hogy vele szót ne váltott. Amit hallasz, színűben már tudod. Jó néhány kérdés, és ilyen magányos helyen. Ilyen magányos helyen, vagy félrehagyjuk az időt. Muszáj emberre szót váltani. Muszáj keresni valakit. S ha jó néhány férfi ismered, hát mi férfi a tartán? Mert nekem már nehéz volt gyermekkoromban is a kezembe tenni. Nehéz leánykoromban is. Nehéz, most azt mondom. Én mondom neked, Mike Kőderes, ez így igaz. Rossz éjszaka lesz. Áldás éjszaka.
mert mióta már, hogy nem jártam nem, mert örökre itt ültem. Főztem rá, kocsát etettem, ha leszállt az este, kenyeret sütöttem. Mióta már, hogy itt ülök, télen, nyáron, szép tavaszon. Közben felnőttnek megettem a fiatalon, elmennek a bének. És mondom magamban, hogy miért a kis Mary Bryannek, aki még ekkora sem volt, amikor én már szépséges nagylány. Már két gyereke van. És 3-4 hónap múlva itt az újra. Már is van 3 pontú. Máskor meg azt mondom, miért Peggy kevele. Ő fejt hamis tehenet, és davadt a kenyeret a legkönnyebb kézzel. És most az országutat járja, vagy mocskos vén diszkóban üldögél. Foga egy sincs, elment az esze is. Sajon még annyi sincs, amennyit a hegytetőn vált, miután a kregegyét felvizelték. Ez itt 5 font és 10 hű. Szép sóva, nem mondom. Majd nem beszélsz is egy fiatal kedvéért. A vásárban azt mondták, hogy az én bárányom a legszebb bárányom. És jó vásárt is csináltam, mert nem vagyok olyan bolond, hogy rossz vásárt csináljak egyszer a bárányait jó. Mennyit kaptál? 20 fontot minden. Most még egy darabig várunk ki, lennék már. Hadd nyugodjon a diktátumnak. De aztán meg megesküszöl velem maradnak egy tápolnak. Aztán én felhozom a juhaimat a telegelőidre, és akkor, ha leszáll az est, már nincs az a félelem, amit el kell kerülni. Majd még mennék hozzád, Márkudara. Te is megöregszel. Én is megöregszem. Egy kis időm is, én mondom neked, úgy érzi, te is az ágyadban, ahogy a ő rángatódó arccal fogadtadunk. És úgy meredezik az őserte körös körül a fejedre, mint a rekedtés a vízmosásban, ahol a lyuk átugorja. Szállalmatról megérni. De furcsa is ugyanakkor. Fura látvány, ahogy egy fogatlan vénember felül az ágyában, és dől a szájából a borófaság. Az állam egy szálkát, mint a nyert törgyet, amikor az ajtót szokás készíteni. Isten izgalmazol nekünk, mindnyájan megvénülünk, de akkor is furcsa ez. Te túlságosan magányosan vagy. Mert hogy ő sokáig élet vénember oldalán. Olyan hát a szabad, mint a pásztori, aki sűrűködve lefelé. De most már jó életed lesz, egy fiatal férfi. Jó életed, az biztos. Isteni, mondjuk. Ötve hiszem, hogy elvennéd, amíg én nem adok a hittemplomban. De amit most kapsz tőle, azt megemlegeted, még fönn a hegyekben is, ha sír a szél. Mondj már valamit, mert hallgatott életében, és talán hallgat most is. Most hallottad, vagy elegem? Bánod is te, hogy élek-e vagy sem, de számodra vége a jó világnak. Nincs többi fecsegés vénemberről, meg fiatalról, meg ködről, ami lefelé húzódik, meg fölfelé. Kínét Dora Börk, és ide se ma, se holnap, se sohanap nem lehetett többé a lábad. Én ember szájából kemény beszéd ez gazdura, mert mihez kezd a maga fajta, ha kikerülget az országot? Hát csavarogja, mint Peggy Cavanagh. Énekeljen, vagy kéregesen a keresztútnál. Most ki még innét Nora Börk, és én mondom neked, ebbe az életbe hamarosan belevénülsz. Kihullik a fogad, és olyan lesz a hajad, mint a rekedtés a hegy vízmosásban, ahol a lyú átugorja. Mert Radunkban van egy szép szegényház. Oda ugyan nem megy a maga fajta. Inkább ki a magányos utakra,
és addig bujkál, míg utol nem éri a vége, és úgy nem találják kinyúlva, mint a dögött birkát. Térre lenne, hogy beszüljön pokhálóval. És te ugyan hol leszel a formád, Daniel Burke? Hol, ha nem a sírodban réges-réges? Csúful értél, és csúf lett a halálod is. Ám, ha így is van, ki az, aki ezen segíteni tud? Aki ágyba fektet, hogy el ne vigyen a fúvó szél, a szakadó eső, amilyen ott bőven vagy. Boldog és büszke volnál, ha még azzal felvinne az ördög, hogy kidettek innét. Gyerünk itt vele, amíg jó dolgod van, és ha éhezel, és ha nincs hová, lehasd a fejed, akkor is kerüld ezt a házat, és a tájékára se gyere többé. Talán ő befogadja. Ugyan mihez kezdene velem? Hát, oszta meg veled az ágyat és a betévő falakját. Bolondnak nézed idegen, vagy magad volnál el szemed? Menjen, s menjél te is, akár hogy szólt, mert már is sokat járattad a szádat. Akkor hát, gyerünk jó asszony. Az eső ömlik ugyan, de a levegő simogató, és Isten kegyelméből talán gyönyörű lesz a reggel. Mi hatna a reggel szépségéből, ha romlás vár rám? Azért megyek, hogy az országutat járva a halálomat lejjem. Ha velem tartasz, nem leved halálból. Tudom én az útját, módját, hogyan szerezze meg a betérő falatot. Most elmegyünk innen, de én mondom neked, mire megízeled a hideget, a fagyot, a nagy esőket, az ürök kisütő napot. Nem úgy ülszed majd a nedves árokparton, mint ahogy itt ültél, belvédőbe akart sorra suhannak el melletted a napok. Eljön majd az idő, amikor azt mondod, gyönyörű az este. Isten kegyelméből. Máskor meg azt. Áld az éjszaka, ez Isten irgalmazva. De ennek is vége lesz. Aztán pedig azt mondod. Én is vagyok van! Valaki meg ölj bejár az a szállat! Ha velem tartasz, jó asszony, nem csak az én fecsegésemet kell majd hallgatnod. Hallani fogod majd a kémek kiáltozását a fekete tavakon, és hallani fogod a hajdékácsolást, és a bagoly búgást, és a pacsirkát, és a fülemülét, ha melegre fordul az idő. És az ő énekükről nem olyan leszel, hogy megvédünk, mint Peggy Cowan. Kihull hanyunk, és kihunja szemünk fénye, hanem hallani fogod a gyönyörűséges énekeket. És nem lesz melletted vén ember, aki a füledbe szívhat, mint a beteg. Azt hiszem, magam leszek az, aki zihálni fog, mert hideg az éjszaka, és mert szabadít a szár. De akkor is, szépen beszélt idegen, és vele van. Most azt hiszed? Ezt jól kiagyaltad, hogy holtnak teszed magad? De mit értél vele? Hogyan fogsz élni a mai naptól fogva, ha senki sem viseli gondot? Már hogyan élne egy asszony egy ilyen magányos helyen? Tehát ne állna szóba az arra vetődő férfiakkal? És a mai naptól fogva, hogy élsz majd te? Én mondom neked, egy kis idő még, így fekszel újra a lepedő alatt, de akkor már igazán húztam. Tűnj már le, Mike oda, gyere egy pohárra. Iszonyú szomjas vagyok, az éjszaka még fiatal. Kiszáradt az én torkom is. Most megtanítottál félni a halál. És már pirkad a torka szerelem ezeket a helyi jogokat. Én arra gondoltam, eltánkálok Mike oda. De hát elég egy jámbor ember vagy te. Isten segítsen meg. Nem akarok én neked rosszat. Egészséged, Mike-tal! Isten áldjon meg, Daniel! Adjon neked hosszú, nyugodalmasége életet, és egészséget hozz!